Sziasztok! Nagyon örülök most ennek az alkalomnak, ezt majd egy kicsit később el is fogom mondani, hogy pontosan miért. Konyról fogok beszélni, ez egy Xpense Tracker alkalmazás, úgyhogy én egyrészt majd egyrészt viszonylag rövidre fogtam a mondandómat, másrészt pedig nem hiszem, hogy nagyon sokat kéne beszélni magáról az alkalmazásról. Még jó sok évvel ezelőtt, nem tudom, ugye aki internetbankot használ, az valószínűleg szembesült már azzal a problémával, hogy többnyire nehézkes megnézni azt, hogyha bármilyen információra kíváncsi lenne, és ez különösen nehézé válik akkor, hogyha esetleg az ember több számlát használ, esetleg vannak befektetései, esetleg vannak részvényei, esetleg van vagy simán csak készpénze van a zsebében, és szeretné valahol egy helyen látni azt, hogy így összesen mennyi pénze van, mi történt a pénzével, gyarapodtak-e a megtakarításai, stb. És igazából az klasszikus online banki felületek erre gyakorlatilag alkalmatlanok. Az, hogy egyébként mennyire alkalmatlanok, az egy... azt nagyon sokáig lehetne részletezni, de szerintem ez most fölösleges. Úgyhogy igazából... ez az igény fogalmazódott meg többünkben, hogy szükség lenne egy ilyen alkalmazásra. Ezzel párhuzamosan egyébként még az is egy nagyon érdekes dolog, hogy a magyar piacon, miközben, hogyha kitekintünk külföldre, és ez az egész ilyen fintech kultúráról szól, akkor rengeteg personal finance management alkalmazás van, vagy olyan szoftverek, appok, amik mondjuk nem nagyvállalati pénzügyi környezethez vannak igazítva. És hogyha megnézitek, gondolom itt ez egy, nem kell ezt nagyon hosszasan részleteznem, de gyakorlatilag többé-kevésbé Magyarországon, így az Oracle és az SAP alatt gyakorlatilag tisztelt a kivételnek, most már van számlász.hu, meg egy-két ilyen hasonló szolgáltatás, de gyakorlatilag teljesen hiányzik ennek a szoftver kategóriának a szereplői, már pedig rengeteg dolog lenne, hogyha Amerikában megnézitek, ez egy virágzó ökoszisztéma, a Salesforce-tól kezdve a különféle time tracking szolgáltatáson át, a payrollig, amik ezek többnyire összekapcsolhatók, ugye mind köze van a pénzügyekhez, és ezek nem feltétlenül nagyvállalati szoftverek, adott esetben persze viszonylag nagyvállalatként is lehet őket használni, úgyhogy valahogy így eredetileg ez csak az, hogy honnan jön az ötlet, és hogy merre tartunk, ez valahogy azért gondoltam, hogy így a kezdetekről beszélek. Igazából tényleg egy nagyon egyszerű alkalmazásról van szó, manuálisan lehet rögzíteni a kiadásokat, kategóriába lehet rendezni őket, és az embernek áttekinthetőbbé válnak a pénzügyei. Az, ahogy ez az app ez most kinéz, ez körülbelül a saját terminológiámban körülbelül a 0.5-ös verzió. Rengeteg dolgot szerettünk volna megcsinálni, 2012-ben raktuk ki a store-ba. Amikor belekezdtünk, akkor rettenetesen féltünk attól, hogy amit az előbb mondtam, hogy ugyan nem láttuk ezt a szoftver szegmest, vagyis hogy ennek a teljes hiányát láttuk, de nem tudtuk, hogy ez azért van, mert valamiért Magyarországon még nem nagyon kezdtek el foglalkozni más cégek, meg, vagy pedig azért, mert hogy igazából egy ilyen teljes érdektelenség övezni őket, és ebben a magyar viszonylag, ugye ez konszenzussal, szokták emlegetni, hogy a magyarok pénzügyi kultúrája nagyon alacsonyan fejlett, és hogy ebbe igazából erre nincsen szükség. És ez egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy nagyon jól alakultak a letöltési számaink, ez mostanra gyakorlatilag valamivel több. Én egy kicsit így antimarketinges vagyok, mert a 100 000 az egyébként egy kicsit kevesebb, mint ami valójában van, de 100 000-en töltötték idáig le az appot úgy, hogy ez csak magyar felettel rendelkezik, és korlátozva van csak és kizárólag a hazai sztórokra. Nem költöttünk marketingre, többé-kevésbé általában a finance kategóriában a top 10 alkalmazás között ott van a Coin, iOS-en is, és a Google Play-ben is. Google Play-ben megnéztem, ma 18-dik, úgyhogy ebbe van egy pici túlzás, de
de ez ugye ezek a napi ingadozástól függenek. Szerintem ezek a számok, amiket mi így fel tudunk mutatni, ezek igazából baromi jónak nevezhetők. Nem, senki nem szokta rendesen bevallani, hogy pontosan hogy néznek ki az aktív usereik, és ez hogy alakul a letöltésszámhoz, ugye, amit általában még letöltésszámot sem nagyon szoktak megmondani a kategóriában. Nyilván nem egy Angry Birds-ről beszélünk, vagy mondjuk egy YouTube-ról, ahol sokkal magasabb letöltésszám van, de hát akinek van pénzügyi típusú applikációja kint a store-ba, azt tudja, hogy ezek nagyon szép számok. Az aktív userek, az pedig úgy néz ki, hogy körülbelül ilyen napi 2500 egyedi felhasználó használja, és körülbelül havi 10 000 user. Nagyon jó a ratingje a store-okban, és körülbelül 50-50%-ban használják Android és iOS userek. Ugye itt volt egy pár tapasztalat rögtön az elején, az egyik az, hogy a felület az nem, a felületnek a fontosságát, az, hogy milyen a felhasználó élmény, az, hogy néz ki, ennek fontosságát, ezt így az app korszakban nem lehet eléggé felülbecsülni. Tehát ezt szerintem biztos sokan láttátok már ti is, hogy olyan appok esetében, amikor az az érzésetek van, hogy ez már a 20. ugyanilyen, akkor, hogyha valaki képes egy picit is innovatívan megcsinálni egy mobil alkalmazás felületét, ezzel gyakorlatilag teljesen új szereplőként is meg tud jelenni a piacon, és akár ott is, ahol már egy kialakult piac van, ott is jelentős szerepet tud magának kialakítani. Még egy fontos dolog van, amiért szemmel láthatólag ezt az appot kedvelik az emberek, az, hogy olyan funkciók vannak már most is benne, amik által, ugye, XPS trackerekből Dunát lehet rekeszteni, tehát ebbe önmagában innováció nincsen. Úgy szokott többnyire kinézni, általában a freemium modellben szokták őket publikálni, és van egy jó pár olyan szolgáltatás, amiért pénzt kérnek, ilyen a webes szinkronizáció, ilyen az, hogy valuta konverzió legyen benne, vagy ilyen az, hogy backupolni lehessen például a cuccot, amit a coin mint tud, úgyhogy én azt gondolom, hogy valahogy ez a hármas, hogy ingyenes, magyar, és jól néz ki, ez így elég volt ahhoz, hogy ezt a letöltés számot produkálja. Igazából ezt egy ilyen, az előző volt a hencegő slide, ez pedig azért gondoltam, hogy elmondom, hogy ez szerintem egy tök érdekes dolog, meg fontosnak tartom, hogy erről a dologról őszintén tudjunk beszélni. Az egyik része ennek a coinos tapasztalatnak az, hogy sokkal pozitívabb, mint amit gondoltunk volna, és erre minden bizonnyal nagyon nagy szükség van. Az látszódik, hogy a felhasználók körülbelül egy ilyen 3-5-6 hónapos időtávon nagyon-nagyon durván lemorzsolódnak. Tehát itt körülbelül egy ilyen, nekünk egy kicsit jobb, de az az érdekes, hogy minden, beszéltünk egyéb szereplővel, láttunk jó minőségű tanulmányokat erre vonatkozóan, ugye egy időben a bankok is elindultak abba az irányba, hogy ilyen funkciókat integráljanak az online banki felületekbe, és általában mindenhol az a tendencia, hogy a felhasználóknak a 70%-a az 3-4 hónap után elcsörnöl. Ugye ennek az elsődleges oka egyébként nagyon érdekes, vagy hát érdekes, de egyben logikus is, hogy vannak olyan felhasználók, akik mániákusak, tehát hogy egész egyszerűen korábban Excelben vezették minden kiadásukat, vagy akár most is lehet ilyen, biztos, hogy az ismeretségi körötökben, vagy akár köztetek is sok ilyen ember van, akik nagyon akkurátusan papíron vezetik, Excelbe vezetik, vagy valamilyen saját maguk által fabrikált rendszerben. Ők hardcore userek, azok a hétköznapi emberek, akik egyébként szeretnék látni a kiadásaikat, meg szeretnének egy kicsit így rendet vágni ebben a dologban, egész egyszerűen 3 hónap után megunják, és ennek az unalomnak nem az elsődleges oka, hogy sokat kell vele foglalkozni, vagy ebben a manuális beviteli móddal nagyon sok energiát
emésztene fel a részükről, hanem az van, hogy az embernek, hogy a pénzügyei azok elég konstansak. Általában az emberek többségénél a bevétel az egy adottság, ami időnként néhány évente egy picit változik, ha szerencséjük van, akkor egy kicsit gyakran, de akkor sem havi szinten. És a legtöbb kiadásuk az szintén fix, tehát ezek a rezsiköltségek, amik a legtöbb részt például elviszik egy ember büdzséjéből, de mivel az életstílusa is azonos marad, a gyerekeinek a száma is azonos marad, ezért a legtöbb tehát a kiadási oldal sem változik, és arra nagyon jó, hogy ez egy ilyen tudatosítsa az emberekben, hogy mire költenek, vagy például arra, hogy az egyik kollégám, aki elkezdte használni, ő felfedezte, hogy havonta 40 ezer forintot költ el úgy kávéra, hogy az csak az ebéd utáni kávé, amiket megvesz az iroda és a kajáda között. Amit utána eldönthet, hogy van-e értelme vagy sem, de nagyon nagy mértékben nem fognak változni ezek a szokások. Ugye ez a budgeting, ilyen funkció nincs is a coinba, ez ennek a kategóriának idáig a szolgáltatások csúcsa, amikor segít így beosztani a pénzedet egy ilyen applikáció, amiből egyébként kiderül az, hogy ez az igazi baromság. Tehát az, hogy például mennyit jár az ember étterembe, annak egy valahány százalékát tudja szabályozni. De az, hogy például mennyit költ az ember a boltba, még ott is egy picit lehet abban eredményeket elérni, hogy az ember spóroljon, vagy ne vásároljon meg minden hülyeséget. De az, hogy például mennyit költ az ember gyógyszerre, vagy egészségre, és egy csomó ilyen kategória van, vagy az ember mennyit költ a gyerekére, ezek gyakorlatilag mozdíthatatlan számok, vagy legalábbis amikor fölfele mozdul, azt semmilyen módon nem lehet kiküszöbölni. Úgyhogy igazából nálunk most még egy dolog van, amiről nem beszéltem, amik a nehézségeink, hogyha ismeritek a coint, akkor tudjátok, hogy nagyon régóta nem frissítettük, ez most már igazából csak az iOS verzióra igaz. Nagyon sokat, ez egy külön lapra tartozik, nem szeretnék most itt ilyen startup menedzselési témával leágazni, iszonyú egyszerű volt a képlet, folyamatosan erőforrás problémákkal küzdöttünk, tehát hogy sokkal gyorsabban szerettünk volna haladni, egész egyszerűen a mobil fejlesztőink azok, én az nagyon komoly önvizsgálat után, de még mindig azt gondolom, hogy nem a mi hibánk az, hogy olyan tempóban fluktuálnak, mint amilyen gyorsan elmennek. Erről sokkal inkább tehet a LinkedIn, ha már valakit mindenképpen vádolni kell ezzel a dologgal. Ugye az nagyon kurrens a piacon mindenki, aki kicsit is ért a mobil fejlesztéshez, és ezért nagyon túl sok új fejlesztőt kellett fölvennünk, sokkal lassabban haladtunk, most elindultunk egy webes verzióval, ami most már szinkronizálja az Android telefonokon lévő adatokat oda-vissza. Hamarosan jön az iOS verzió, és ez egy soft launch volt emiatt, hogy nem tudtuk egyszer a két platformon elindítani ezt a szolgáltatást, és igazából ez az a pont, ahol szerintem így el tudunk kezdeni rendesen építkezni. Adatok azok vannak, azok ugye innentől kezdve a coinnak a szerverein fognak összegyűlni, és ez rettenetesen fontos, nem ahhoz, hogy mindenféle turpisságot csináljunk a felhasználók adataival, hanem az, hogy elkezdjünk tudni olyan szolgáltatásokat építeni, ami sokkal értékesebbé teszi ezt a dolgot, mint hogy ilyen buta hőmérőket lehessen bámulni a coinba, aminek igazából semmi mondani valója nincsen, pláne nem 3-4-5 hónap után. Átugrottam egy teljesen fölösleges szlájdot, én egy pár dologról szerettem volna még beszélni. Iszonyan örültem, amikor megalakult ez a csodálatos Apple technológia, ezek szerint nem hagyja cserben az ember, csak egy kicsit lassú. Hogy iszonyan örültem, amikor megalakult ez a csoport. Szerintem ez egy tök érdekes dolog, amikről itt most szó volt. Ez egy elképesztően érdekes
virágzó és burjánzó ökoszisztéma külföldön. Én nagyon sok mindenben egyetértek, és nagyon sok mindennel tudnék vitatkozni, amit elhangzott. Tök érdekes dolog, hogy például, hogy miközben én is azt gondolom, hogy a hagyományos banki bankok, azok... Én nem akarok ilyen, nem tudnék itt jóslásokba bocsátkozni, tehát hogyha meg kéne ítélnem az, hogy a 5 év múlva a Coin lesz-e nagyobb, vagy a JP Morgan, akkor én biztos, hogy a JP Morganre szavaznék. De mindeközben nem csak azok a tünetek látszódnak, amiről Péter beszélt, mert szerintem ez csak egy nagyon... egy szelete ennek a problémakörnek. Egyébként ez az egész hagyományos banki világ körülbelül ugyanúgy néz ki a 13. század óta. Tehát ha nem biztos sokan vitatkoznának velem, de talán a 13. század óta az egyetlen banki innováció az ATM volt. Minden más, a hagyományos banki működés, tehát ilyen törvényeket 13. században kellett Velencébe meghozni, hogy a betétesnek aznap vissza kell adni a pénzét, amikor ő azt szeretné visszakapni, vagy például azt, hogy egy középkori felfedező út, vagy mondjuk egy ilyen gyarmatosító expedíció, az egyébként szerintem meglepően hasonlít egy mai kockázati tőkebefektetéshez. Tehát szóval igazából nincs új a nap alatt. A technológia az nagyon sokat gyorsított a banki működésen is, mert akkor lovasfutárok voltak, amit ma Reutersnek vagy Bloombergnek lehet nevezni, de valójában egy ilyen rettenetesen öreg és nagyon-nagyon konzervatív iparágról beszélünk. Szerintem a szabályozó szerepét, azt még egyébként, ugye coinként nekünk ez egy nagyon fontos dolog, hogy én nagyon szeretnék kimaradni a tranzakció, legalábbis jelen pillanatban nagyon szeretnék kimaradni az, hogy mi közvetlenül tranzakciós szolgáltatásokat kezdjünk el kínálni, maximum közvetítőként. Ennek az az oka, hogy szerintem reménytelen ezen a szabályozói közegen, ami most van, átvergődni. Ez is egy nagyon érdekes dolog, mert ez a bankokat adott esetben ugyanúgy blokkolja az innovációk útja előtt, mint ahogy a kis startupokat is, vagy meg a nagyobb startupokat, meg a egyéb jelentős szereplőket. Erről egy példát szerettem volna elmondani. Én egyszer 2 vagy 3 évvel beszélgettem egy PSAF-es igazgatóval, és azt mondtam neki, hogy ugye ez 2008-ban teljesen egyértelműen kiderült, hogy az, hogy az emberek mennyire nem értik a saját pénzügyeiket, ezt mindenki megszívta. Egyébként a bankok is, tehát ez azóta ugye többszörösen egyértelművé vált. Sok banknál fogalmazódik meg az az igény, hogy edukálni kéne az ügyfeleket. Erre is nap mint nap látunk egyébként példákat, hogy edukációs kampányokat futtatnak bankok, azért, mert rájöttek arra, hogy az edukálatlan ügyféllel nagyon sok a probléma. By the way, van egy erőkettősség, mert egyébként amikor üzleti döntéseket kell hozni az edukálatlan ügyfelek átverésére, vagy legalábbis az információ hiány kihasználására, akkor biztos, hogy egy olyan üzleti döntést fognak meghozni a bankokban, ami számukra kedvezőbb, mint az ügyfeleknek, de ennek ellenére van egy ilyen edukációs igény. De nem várható el az emberektől az, hogy jövőértéket számítsanak, diszkontált értéket számítsanak, és nagyon sok mindent már, nagyon sok minden más sem, ami erre szüksége lenne. Amerikában ugye az egyik legfontosabb dolog, hogy hozzá lehet férni az online banki adatokhoz és információkhoz. Ugye ez 10-15 éve így van gyakorlatilag. Magyarországon természetesen önszántából egyik bank sem gondolja azt, hogy egyébként az ügyfelek saját adatait, az ügyfelek saját maga, tehát hogy ezek az adatok, amik a ti pénzügyi adataitok, ezek nem a banki, hanem ezek a ti adataitok, ti rendelkezhettek fölötte. De egyetlen bank nem gondolja úgy, hogy egyébként ehhez a számlalevél letöltése, meg az egyéb ilyen információk ilyen letöltése, nyomtatgatásán túl bármilyen interfészt kellene biztosítaniuk. És én azt mondtam ennek a PSAF igazgatónak, hogyha
edukálni szeretnék az embereket, akkor arra kellene a pénzintézeteket, tudom, hogy ez rondán hangzik, de kötelezni, hogy legyen egy egységes interfész, amin keresztül az ügyfelek a banki adataikhoz hozzáférhetnek azért, mert erre létre fog jönni egy olyan ökoszisztéma, ami meg fogja csinálni azokat a szolgáltatásokat, alkalmazásokat, amik segítenek abban, hogy az ügyfelek megértsék azt, hogy mi történik a pénzügyeikkel, mert az, hogyha a sor végén pirossal van odaírva valami, azt érti, meg azt is, ha zölddel van odaírva, vagy legalábbis jobb eséllyel érti, mint hogyha azt várjuk el tőle, hogy olyan szerződéseket értsen meg, amit, mint kiderült, a bank sem értett, és egyébként a közjegyző sem értett, akivel felolvastatták például neki azt a szerződést. Úgyhogy én igazából azt gondolom, hogy ez egy tök jó fórum, hogy ezekről nagyon sokat beszélgessenek a szereplők egymással, és van miről. Köszönöm szépen.